pas du tout. Szerbusztok, üdvözlök mindenkit itt a Fehova első kiállítási napján, ez egy csütörtöki nap, és elkészült a stand, elkészült a Gabi Charlie-val közösen az Atomic stand. Itt láthatjátok, a háttérbe fel vagyunk töltve minden földi jóval. Így elmegyek így is, hogy lássátok, nagyon jó akciók vannak delfinbotokra, bölcsőkre, csizmákra, ponymatracokra, tehát ilyen halvédelmi, halkimélő dolgokra. Egyelőre egyébként fél órája nyitott a rendezvény, azért már elég szép számmal jönnek a érdeklődők. Ennek örülünk, még a napközben folyamán megpróbálok bejelentkezni. Most még elmegyek itt szomszédolni, megnézzük a Neohooks-ot, hogy miket árulnak ők. Le akartam menni, de láttam, hogy... Szóval, hogyha bojlis és féderes horog, illetve egyéb bojlis kiegészítők, dérik, stb. Ilyet szeretnétek vásárolni, akkor itt a Neohooks és Shadow boltnál, a Saninál, itt mögöttem meg tudjátok vásárolni. Természetesen az Atomix is Neohooks horgukkal horgászik, szóval bátran ajánlom mindenkinek, nagyon jó paletta. Itt az egész palettát meg tudjátok nézni, és ha megkedveltek valamit, akkor egyébként a későbbiek folyamán kiállításon kívül is webshopból tudtok rendelni tőlük. Szóval, ha még nem fogtátok a kezetekbe, és szeretnétek meg tipitapizni, akkor itt megtehetitek, illetve hagyom őket dolgozni. Én is visszamegyek, megyek még egy kört így gyorsan, és én is kicsit belevettem magam a munkába, este egy pár mondatban még értékelni fogom a mai napot. Egy nagy kedvencemet megmutatom itt az akváriumot. Ahol Magyarország közkedvelt természetes halait meglátjátok. A keszektől a pontig, a tokhalig. És elvégre ezekért horgászunk, harcsa. Visszasétálok magunkhoz, és segítem a vásárlókat, tehát haladunk tovább a mai nappal. Sziasztok, lassan 6 óra van, lassan zár a mai napi bazár. Egy csütörtökhez képest egész jó napot zártunk, meglepően sokan voltak. Ami tök jó pofa volt, hogy rengeteg kisgyerek volt, osztálykirándulás, vagy ilyen, nem tudom, nem múzeum látogatás, de nekünk anno ez volt, ilyen rendezvény látogatásra egy csomó tanulmányi kirándulás. Célra rengeteg gyerek volt, és csomó megyéből voltak, Hajdú-Bihar, Szabolcs megyéből, rengeteg fiatal volt, és ez tök jó, mert érdekli őket a horgászat. Hát lassan zárunk és elköszönünk,
és holnap új napot indítunk. Józsi pedig majd rakok be képet, ő benne lesz a milyen film? M1. Az M1-en, jövő hét utáni héten. Nem tudom, beírom majd ide alulra, hogy melyik műsorban, addig eszembe fog jutni, mert felírtam. De benne lesz a tévében. Holnap egy újabb nap. Sziasztok!